11. fejezet. Másnap, akárhogy igyekeztem is magam azzal áltatni, hogy a pihenés és az álom más érzésekre hangolta Minót, rögtön észrevettem, hogy semmi se változott. Sőt, inkább határozott rosszabbodást kellett megállapítanom rajta. Akárcsak az előző nap, a hosszú, gyászos és megáltalkodott hallgatás percei után Minó most is elkezdett epésen és össze-vissza beszélni mindenféle közömbös dologról. Ezek mögött azonban, mint a fény felé tartva egyes papírfajtákon a vízjegyzet, mindig ugyanazt az uralkodó gondolatot lehetett felfedezni. Ugyancsak a rosszabbodásra mutatott aztán, amennyire megfigyelhettem, az a szándékos tétlenség, egykedvűség és nem törődömség, ami az általában tevékeny és energikus Minóban új vonás volt, és ami arra vallott, hogy fokozatosan eltávolodik mindattól, amit eddig csinált. Így például én nyitottam ki a bőröngyét, és raktam be szépen szekrényembe ruháit és egyéb holmiait. Amikor egyetemi tankönyveire került a sor, azt javasoltam neki, hogy egyelőre állítgassa sorba őket a sublót márványlapján a tükör hosszában. Minó csak legyintett. Hagyd csak a bőrönben, úgyse lesz többet rájuk szükségem. Ó, miért nem? Kérdeztem. Talán már nem is kell doktorálnod? Nem doktorálok én már. Nem akarod folytatni a tanulást? Nem. Nem erőltettem tovább, nehogy megint arról kezdjen beszélni, ami kínoszta, és hagytam a könyveket a bőrönbe. Azt is észrevettem, hogy nem mosakodott, és eszébe se jutott, hogy megborotválkozzék. Pedig egyébként mindig nagyon tiszta volt, és adott magára. Az egész napot a szobámban töltötte, hevert az ágyon, dohányzott, majd meg elgondolkozó arccal, zsebretett kézzel föl s alá járkált. Az ebédnél azonban, mint megígérte, nem szólt anyámhoz. Ránk köszöntött az este, és akkor kijelentette, hogy a városban vacsorázik. El is ment, egyedül. Nem mertem szóba hozni, hogy elkísérem. Nem tudom, hová ment, már készülöttem lefeküdni, amikor hazajött. Rögtön észrevettem rajta, hogy ivott. Eltúzott és komédiázó mozdulatokkal ölelt meg, és rögtön nekem akart esni. Engedtem neki, bár tisztában voltam vele, hogy a szeretkezés számára most már ugyanaz, mint az ivás. Valami kényszeredetten végrehajtott, kellemetlen dolog, amelynek egyetlen célja, hogy kifárassza és elkábítsa vele magát. Meg is jegyeztem. Ezzel a fáradtsággal más nővel is épp úgy elvégezhetnéd. Minó elnövette magát. Elvégezhetném hát, de te itt vagy a kezem ügyében. E szavakra sértődöttség öntött el, de még a sértődöttségnél is inkább fájdalom, hiszen szavaiból az derült ki, hogy milyen kevéssé, vagy egyáltalán nem is szeret. Aztán hirtelen, mint a világosság gyúlt volna az agyamban, odafordultam Minóhoz, és azt mondtam. Ide hallgass, tudom én, hogy csak a féle szegény lány vagyok, de próbálj szeretni. Saját érdekedben kérem ezt. Ha sikerülne engem megszeretned, biztos vagyok benne, hogy a végén saját magadat is megszeretnéd. Minó rám tekintett, aztán fennhangon csúfondárosan ismételgette. Szerelem, szerelem! És azzal eloltotta a lámpát. Én csak feküdtem a sötétben, tágra nyitott szemmel, neki keseredve, összezavarodva, és nem tudtam, mit gondoljak. A következő napok sem hoztak semmi változást. A dolgok ugyanígy folytak tovább. Mindössze annyi történt, hogy Minó korábbi életmódjával látszólag felhagyva új életmódba kezdett. Azelőtt tanult, egyetemre járt, barátokkal jött össze a kávéházban, olvasgatott. Most az ágyon végig nyúlva cigarettázott, fel s alá járkált a szobában, a szokásos fonák és célzásokkal teli beszédekkel traktált engem, berúgott és szeretkezett. A negyedik napon már kezdtem úgy érezni, hogy belebolondulok. Tisztába jöttem bele, hogy Minó fájdalma egyáltalán nem enyhül, és én úgy éreztem, hogy képtelen vagyok tovább a fájdalomnak ebben a légkörében élni. A szobám, mely állandóan tele volt cigarettafüsttel, olyannak tűnt számomra, mint valami fájdalomgyár, amely pillanatnyi megállás nélkül éjjel-nappal dolgozik. És maga a levegő is, amit beszívtam, kocsonyásan sűrű lett a szomorú és megszállott gondolatoktól.
E pillanatokban sokszor elátkoztam gyámoltalanságomat és tudatlanságomat, meg azt, hogy egy még nálam is gyámoltalanabb és tudatlanabb anyám van. Nagy bajaiban az ember első ösztönös gondolata az, hogy egy idősebb, tapasztaltabb emberre fordult tanácsért. Én azonban nem ismertem senkit, aki erre alkalmas lett volna. Anyámtól kérni segítséget meg ugyanannyi lett volna, mint a házunk udvarán csapatos túljátszadozó gyerekek valamelyikéhez fordultam volna. Másrészt meg nem is sikerült nekem Mino gyötrelmeinek legmélyére hatolnom. Sok minden megfoghatatlan maradt belőle a számomra. Lassanként azonban az a meggyőződés alakult ki bennem, hogy Minót leginkább az a gondolat gyötri, hogy amit ő Asztaritának elmondott, le van írva a rendőrség aktáiban, és mint gyöngességének örök tanú bizonyságát őrzik az irattárban. Mino egyes elejtett szavai megerősítettek ebben a meggyőződésemben. Így hát az egyik délután azt mondtam neki. Ha bánt az, hogy mindent írásba foglaltak, amit Asztaritának elmondtál, szóval Asztarita bármit megtesz a kedvemért, biztos vagyok benne, hogyha megkérem rá, eltünteti a kihallgatási jegyzőkönyvet. Mino rám nézett, és különös hangon azt kérdezte. Hogy jöttél te erre a gondolatra? Te magad mondtad a múltkoriban. Én mondtam neked, hogy próbáld elfelejteni, és te azt válaszoltad, hogyha te elfelejted is, a rendőrség nem felejti el. És hogy gondolod, hogy megkéred rá? Nagyon egyszerű. Telefonálok neki, és elmegyek hozzá a minisztériumba. Mino nem mondott rá se igen, se nemet, én pedig ütöttem a vasat. Akkor hát jó lesz, ha megkérem rá? Felőlem. Együtt lementünk az utcára, és bementünk a kávézóba, hogy onnan telefonáljunk. Asztaritát rögtön megkaptam, és mondtam neki, hogy beszélnem kell vele. Kérdeztem, hogy oda mehetek-e a minisztériumba. Asztarita azonban, bár ezúttal is dadogó, de mégis szokatlan hangon, azt válaszolta. Vagy nálad, vagy sehol. Kitaláltam, hogy meg akarja kapni a fizetséget azért a szolgálatért, amit kérni akarok tőle. Próbáltam hát kertelni. Azt javasoltam. Valamelyik kávéházban. Vagy nálad, vagy sehol. Hát jó, hagytam rá, akkor nálam. És hozzátettem, hogy még aznap késő délutánra várom. Tudom én, mit akar, mondtam Minónak hazafelé menet. Engem akar, de eddig még senki se tudott egy nőt rákényszeríteni, hogy az övé legyen, ha az maga is nem kívánta. Zsarolni ugyan egyetlen egyszer megzsarolt valaki, amikor még tapasztalatlan voltam, de többet az se fogja megtenni velem. No és miért nem akarsz lefeküdni neki? Kérdezte Mino meggondolatlanul. Mert téged szeretlek. Előfordulhat, folytatta Mino még mindig olyan hangon, mint a csak éppen eszébe jutott volna valami, hogyha nem akarsz lefeküdni neki, megtagadja a jegyzőkönyvek megsemmisítését. És akkor? Nem fogja megtagadni, nyugodt lehetsz. És ha csak ezzel a föltétellel hajlandó? A lépcsőn mentünk felfelé, megálltam, és azt mondtam. Akkor azt teszem, amit te jónak látsz. Mino derékon fogott, és nyugodtan azt mondta. Nos, én így látnám jónak. Magadhoz hívod Asztaritát, és a szeretkezés ürügyével a szobádba viszed. Én ott várakozom majd az ajtó mögött, és ahogy belép, egy revolver lövéssel leterítem. Aztán majd bedobjuk az ágy alá, és mi szeretkezünk egész éjszaka. Szeme, melyet e napokban állandóan valami zavaros köd homályosított el, most első ízben csillogott tiszta fénnyel. Én elrémültem, főleg mert éreztem, hogy szándékában volt valami logika, meg aztán azért is, mivel most már egyre nagyobb, egyre sorsdöntőbb szerencsétlenségekre voltam elkészülve, és ez a gyilkosság egészen úgy festett, mint ami bekövetkezhetik. Az Isten szerelmére, Mino, kiáltottam fel, még viccből sem mondj ilyeneket. Még viccből sem mondok, mondta utánam, most tényleg vicceltem. De talán végső soron nem is viccel, futott át rajtam a gondolat. Megnyugvással töltötte azonban az a tudat, hogy a revolvere, amivel a gyilkosságot elkövethette volna, Mino tudtán kívül üres volt, hiszen, mint elmondtam, kiszedtem belőle a töltényeket. Légy nyugodt, folytattam hát,
Asztalita, mindent meg fog tenni, amit akarok, de ne beszélj így többet, úgy megijesztettél. Ó, már tréfálni se szabad, mondta Mino könnyedén, és bement a lakásba. Amint ott voltunk a nagyszobában, rögtön észrevettem, hogy valami hirtelen izgalom vett erőt rajta. Elkezdett fels alá járkálni, mint szokta, zsebretett kézzel, de mozgása más volt, mint egyébkor. Erélyesebb, és arca olyan kifejezést öltött, amelyben nem a szokásos életundor és lehangoltság, hanem a mély és világos gondolkodás tükröződött. E változást annak tulajdonítottam, hogy Ménó megkönnyebbült, tudva, hogy ezek a kompromittáló okmányok hamarosan megsemmisülnek. Megint csak megnyitottam lelkem a reménykedés előtt, és azt mondtam neki, meglátod, minden rendbe jön. Ménó testére meg is futott át, rám nézett úgy, mintha nem is ismerne már meg, aztán gépiesen ismételte. Igen, biztosan, minden rendbe jön. Anyámat elküldtem hazúról azzal az ürüggyel, hogy menjen és vegyen valamit vacsorára, és egyszerre a derűlátás hulláma öntött el. Úgy éreztem, hogy csak ugyan minden rendbe jön, talán még sokkal jobban, mint ahogy reméltem. Asztalita meg fogja tenni, amit kérek tőle, ha már is meg nem tette. Mino aztán napról napra egyre jobban megszabadul a lelkiismeret fordulástól, újra kedvet kap az élethez, és lassan, majd egyre több bizalommal tekint a jövő elé. Közös vonása ez minden embernek, először már attól is boldog, ha éppen csak átvészelte a szerencsétlenség napjait, de aztán, alig hogy más szelek kezdenek fújni, azon jobban távolabbi és nagyra látóbb terveket kezd kovácsolni. Két nappal előbb én is úgy láttam, hogy képes lennék lemondani Minóról, csak hogy boldognak tudjam. De most, amikor abban a reményben ringattam magam, hogy hamarosan vissza is tudom szerezni neki ezt a boldogságot, nem csak hogy elhagyására nem gondoltam, hanem már azon járt az eszem, hogyan tudnám erősebben magamhoz láncolni. Valami arra ösztökélt, hogy e terveket ne az értelem józan számítására építsem, hanem lelkemnek a ma homályos ösztönére, mely egyre csak remélni akar, és hosszabb ideig nem viseli el a megalázást és a fájdalmat. Úgy láttam, hogy a dolgok mostani állásában csak két megoldás lehetséges számunkra. Vagy elválunk, vagy egy életre egymáshoz kötjük magunkat. És mivel az első lehetőséget még csak figyelembe venni se akartam, azon kezdtem töprengeni, nincs erre valami mód, hogy siettessem a másik lehetőséget. Nem szeretem a hazugságot, sőt úgy vélem, kevés jó tulajdonságaim közé számíthatom, olykor már túlzott őszintességemet. Ha e pillanatban mégis hazudtam Minónak, ez annak tudható be, hogy úgy éreztem, már nem is hazudok, hanem az igazat mondom. Még az igazságnál is igazabb igazat, a lélek szerinti és nem a tárgyi tények szerinti igazat. Különben nem gondoltam én semmit, ha valami, akkor olyan sugallatféle volt ez bennem. Mino, mint rendesen, fel s alá járkált, én az asztal végén ültem. Egyszer csak odaszóltam neki. Ide hallgass, valamit mondanom kell neked. Mit? Egy idő óta nem érzem jól magam, pár napja elmentem az orvoshoz, állapotos vagyok. Mino megállt, rám nézett. Állapotos? Az, és egészen biztos vagyok benne, hogy tőled. Mino értelmes fiú volt, és ha nem is sejtette meg, hogy hazudok, e bejelentésem valódi célját rögtön és teljes mértékben átlátta. Fogott egy széket, mellém ült, és szeretettel megsimogatta az arcom, és azt mondta. Gondolom ez egyel több ok, sőt, az egyetlen ok, hogy elfelejtsem, ami történt, és húzzam tovább. Így van? Mit akarsz ezzel mondani? Kérdeztem, úgy téve, mintha nem értettem volna. Rövidesen családapa leszek, folytatta Mino. Amit nem akartam megtenni a te kedvedért, most meg kell tennem, ahogy ti nők szoktátok mondani, e kis élet kedvéért. Tedd, amit jónak látsz, mondtam vállat vonva. Én csak azért mondtam el neked, mert ez az igazság, semmi másért. Egy gyermek, folytatta Mino azon a töprengő, mint egy hangosan gondolkodó hangon,
Végeredményben ok lehet rá, hogy az ember éljen. Sok ember, talán mindenki nem is kíván többet. Egy gyermek jó mentség, egy gyerekért lopni, ölni is lehet. De ki kívánja tőled, hogy lopj és ölj? Vágtam közbe méltatlankodva. Én csak azt kérem tőled, hogy boldog légy, s ha nem vagy az, majd eljön az ideje. Mino rám tekintett, újból kedvesen megsimogatta az orcám. Ha te boldog vagy, én is boldog vagyok. Te boldog vagy? Én igen, válaszoltam magabiztosan és büszkén. Először is, mert szeretem a gyerekeket, másrészt meg azért, mert tőled van. Mino nevetve jegyezte meg. Ravasz nő vagy te. Miért vagyok én ravasz? Micsoda ravaszság van abban, hogy az ember állapotos? Semmi, de ismerd el, hogy éppen most, ilyen körülmények között, jó húzás. Állapotos vagyok, tehát bele kell nyugodni abba, amit tettél. Váratlanul, égtelen hangon ordítozni kezdett. Talpra szökkent, hadonászott. Élned kell, élned kell, élned kell! Lehetetlen leírnom ezt a hangot. Szívemben iszonyú szorítást éreztem, szememet elfutotta a könyv. Tedd azt, amit jónak látsz, dadogtam. Ha el akarsz hagyni, hagyj el. Én elmegyek. Mino, mintha megbánta volna kitörését, odajött hozzám, megint megsimogatott. Bocsáss meg, mondta. Ne törődj velem, mit mondok. Gondolj a gyermekedre, velem ne törődj. Megfogtam a kezét, és könnyeimmel öntözve arcomhoz szorítottam. Ó, Mino, dadogtam, hogyan tudnék én nem törődni veled? Így maradtunk ott sokáig csendben. Mino ott állt mellettem, én kezét arcomra szorítva csókolgattam és sírdogáltam. Aztán csöngettem. Mino ott hagyott, és úgy tűnt, hirtelen nagyon sápat lett. Hogy miért, abban a pillanatban nem tudtam magamnak megmagyarázni. Nem is törődtem vele annyira, hogy kérdezősködjem. Felpattantam, és odaszóltam neki. Gyerünk, itt van a szarita, gyorsan menj ki! Mino az ajtót félig nyitva hagyva kiment a konyha felé. Én gyorsan megtörölgettem a szemem, helyükre raktam a székeket, és kimentem az előszobába. Ismét nyugodtnak és magabiztosnak éreztem magam. Az előszoba homályában még az a gondolat is átsuhant rajtam, hogy most már el is árulhatom Asztalitának a terhességemet, így majd békében hagy, és nem akarná megtenni a kért szívességet, szerelemből, megteszi szánalomból. Kinyitottam az ajtót, és hátra tántorodtam. A küszöbön nem Asztalita állt, hanem Sonzonyó. Keze zsebre volt téve, és ahogy én szinte gépiesen egy mozdulatot tettem, hogy becsapjam az ajtót, vállának egy könnyed taszításával egészen kinyitotta, és belépett. Bement a nagyszobába, és én utána. Leült az asztal mellé, az ablak felé eső oldalon. Mint rendesen, hajadon főtt volt, és alig, hogy beléptem, már is éreztem, hogy rám szegeződik merev, makacs tekintete. Bezártam a szobaajtót, és közönösséget tetetve megkérdeztem. Minek jöttél ide? Feljelentettél, mi? Vállat vontam, és leültem az asztal főre. Én nem jelentettelek fel, mondtam. Itt hagytál, lementél, és a rendőrségre szaladtál. Most már nyugodt voltam. Ha volt bennem valami érzés, az inkább a harag, mint a félelem érzése volt. Sonzonyó nem keltett bennem többé semmiféle félelmet, viszont éreztem, hogy száll a fejembe a düh ellene, és mindazok ellen, akik útjában állnak a boldogságomnak. Itt hagytalak és lementem, mondtam, mert valaki más szeretek, és nem akarom, hogy bármi dolgom is legyen veled. De nem szaladtam a rendőrségre. Én nem vagyok besúgó. A rendőrök attól függetlenül jöttek ide. Valaki mást kerestek. Sonzonyó odajött hozzám, két ujja közé fogta az arcom, és szörnyű erővel megszorította úgy, hogy ujjai fogam közé nyomultak, és kénytelen voltam arcom felemelni. Adj hálát az Istennek, mondta, hogy nő vagy. Arcomat továbbra is két ujjának harapófogó szorításában tartotta, és olyan fintorba kényszerített, ami fájdalmas is volt, meg éreztem, el is csúfít, és nevetségessé tesz. Valami dű öntött el. Talpra ugrottam, és ráordítottam Sonzonyóra. Pusztulj innen, te barom! Sonzonyó újra zsebre rakta kezét, egész szorosan mellém lépett,
és szokása szerint rám szögezte tekintetét. Én csak ordítottam tovább. Barom vagy, izmaiddal, ékkék gombszemeddel, nullára nyírt fejeddel együtt, pusztulj innen, takarodj, te félkegyelmű! Csak ugyan félkegyelmű, suhant át rajtam a gondolat, látva, ahogy egy hang nélkül, vékony, meggörbült ajkán enyhe mosollyal, zsebretett kézzel, merev tekintettel felém közeledik. Az asztal túlsó végére szaladtam, felkaptam egy nehéz vasalót, amilyet a szabók használnak, és rákiáltottam Sonzonyóra. Takarodj innen, te félkegyelmű, vagy a pofádba vágom! Sonzonyó egy pillanatra megtorpant, habozott. Ebben a pillanatban hátam meget kinyílt a nagy szoba ajtaja, és Asztarita jelent meg a küszöbön. Bizonyosan nyitva találta a lakás ajtaját, hát bejött. Kiáltozva fordultam hozzá. Mondd meg ennek az alaknak itt, hogy hordja el magát, azt se tudom, mit akar. Mondd meg neki, hogy takarodjék. Nem is tudom miért, de nagy örömmel állapítottam meg, hogy Asztarita milyen elegánsan van öltözve. Láthatólag vadonatúj két soros szürke kabát volt rajta. Fehér alapon piros csíkos ingéről látszott, hogy tiszta sejem. Sötétkék zakójának kivágásába szép, halszálkás, ezüst szürke nyakkendő símult. Egy pillantást vetett rám, ahogy még mindig a vasalót lóbáltam, egy pillantást vetett Sonzonyóra, majd higgadt hangon megszólalt. A kisasszony azt óhajtja, hogy távozz. No, mire vársz? Nekem és a kisasszonynak, válaszolt Sonzonyó egész halkan, valami mondani valónk van egymásnak. Jobb lesz, ha maga megy el. Asztarita, ahogy az imént a szobába bejött, levette a kalapját, egy sejem szegélyű, fekete nemes kalapot. Ezt a kalapot most szép nyugodtan letette az asztalra, aztán Sonzonyó felé indult. Egész magatartása ámulattal töltött el, rendszerint búskomor, sötét szeme, valami harcias csillogást kapva, mint a megfényesült volna. Nagy szája széthúzódott, és önelégült, kihívó mosolyba görbült fel. Fogai kilátszottak. Minden szótagot jól megnyomva beszélt. Á, nem akarsz elmenni, lám csak. Én viszont azt mondom, hogy igenis, el fogsz menni, de gyorsan. A másik tagadólag rázta a fejét, de megrökönyödésemre egy lépést hátrált. E pillanatban egész jelentőségében felbillant agyamban. Ki is ez a Sonzonyó, és rémület fogott el, nem magam, hanem Asztarita miatt, aki, miről sem tudva, oktalan elszántsággal maga ellen hergeli. Ugyanaz a szorongó érzés fogott el, mint kislánykoromban, amikor egy cirkuszban láttam, hogy egy pöttömnyi idomító, csupán ostorral a kezében, odaállt a fogait vicsorító hatalmas oroszlán elé, és ingerelni kezdte. Vigyázz! Szerettem volna kiáltani. Ez az ember gyilkos, szörnyetek! De nem volt annyi erőm, hogy megszólaljak. Asztarita pedig újra neki támadt Sonzonyónak. Szóval, pucolsz innen, vagy nem? Amaz megint csak nemet intett a fejével, és megint tett egy lépést hátrafelé. Asztarita viszont előre lépett egyet. A két, szinte hajszálnyira egyforma magas férfi most már szemtől szembe állt. Különben is, ki vagy? Folytatta Asztarita, és arcáról nem tűnt el a vészjósló mosoly. Egy-kettő, hogy hívnak? A másik nem mukkant. Nem akarod megmondani, mi? Hajtogatta Asztarita szinte kélyes hangon, mint a örülne Sonzonyó hallgatásának. A nevet se akarod megmondani, elmenni se akarsz, igaz? Várt egy pillanatig, aztán felemelte a kezét, és lekent két pofont Sonzonyónak, előbb az egyik, aztán a másik arc felére. Én öklömet a szájamba kaptam, és beleharaptam. Most üti hagyon, gondoltam, és behúnytam a szemem. Hanem megint csak Asztarita hangját hallottam. Most pedig mozgás! Indulj! Egy-kettő! Szemem kinyitva azt láttam, hogy Asztarita Sonzonyót a gallérián elfogva az ajtó felé lögdösi. Sonzonyó képén még ott terjengett a pofonok okozta pirosság, de a lázadásnak semmi jelét nem mutatta. Mint ha másra gondolna, hagyta, hogy Asztarita kifelé vonszója, majd kilökje a nagy szobából. Aztán hallottam, hogy a lakás ajtaja becsapódik, és Asztarita újból ott állt a szoba ajtóban. Hát ez meg ki volt? Kérdezte, és gépies mozdulattal levette egy bolyhot kabátja kihajtójáról, egy pillantást vetve oda, mint aki attól tart, hogy az iménti heves erőkifejtés során tönkretette eleganciáját.
Sose hallottam a vezeték nevét, annyit tudok csak, hogy Carlónak hívják, hazudtam. Carló, ismételte meg Asterita gúnyos mosollyal, és megrázta a fejét. Aztán hozzám lépett. Én az ablak mélyedésben álltam, és néztem kifelé az ablakon át. Asterita karját derekamra tette, és már megváltozott arckifejezéssel, más hangon kérdezte. Hogy vagy? Jól, feleltem, és nem néztem rá. Asterita merőn rám szegezte szemét, majd szótlanul erősen magához szorított. Szelíden elhárítottam, és beszélni kezdtem. Nagyon kedves volt tőled, azért telefonáltam, mert egy újabb szívességet szeretnék kérni. Halljuk, mondta Asterita, de szeme rajtam pihent, és mintha nem is hallotta volna, mit mondok. Az a fiatalember, akit kihallgattál, kezdtem. Ja igen, szakított félbe Asterita, fintort vágva. Még mindig ő. Nem mutatkozott valami nagy hősnek. Elfogott a kíváncsiság, hogy megtudjam az igazságot. Minó vallomása ügyében megkérdeztem hát. Miért? Meg volt ijedve? Asterita megrázta a fejét. Nem tudom, meg volt-e ijedve, vagy sem. Annyi bizonyos, hogy az első kérdésemre elmondott mindent. Ha tagadott volna, nem tehettem volna vele semmit. Nem voltak ellene bizonyítékok. Szóval, gondoltam, pontosan úgy folyt le, ahogy Mino mondotta. Az öntudat hirtelen indokolatlan kihagyása, alámerülés a mélybe, amit sem ő nem akart, sem más valaki nem idézett elő. Igen, folytattam. Gondolom, ti mindent leírtatok, amit mondott. Szeretném, ha mód volna eltüntetni, amit így írásba foglaltatok. Asterita gúnyosan nevetett. Ő bízott meg, mi? Magamtól csinálom, feleltem, és ünnepélyesen megesküdtem. Itt halljak meg ebben a percben, ha nem igaz. Mindezt szeretnék, mondta Asterita, hogy az akták tűnjenek el. A rendőrség irattára az ő rossz lelkiismeretük. Nincs akta, nincs lelkiismeret fúdalás. Minóra gondoltam, és azt válaszoltam. Bár igaz lenne, ezúttal azonban attól félek, tévedsz. Asterita újból magához vont, ölemet öléhez szorította, és felizgulva, dadogva kérdezte. És mi lesz az én jutalmam? Semmi, válaszoltam kertelés nélkül, ez alkalommal igazán semmi. És ha én is megtagadom? Nagy fájdalmat okoznál nekem, mert szeretem azt az embert. Minden, ami őt éri, annyi, mintha engem érne. Csak hogy te azt mondtad, hogy kedves leszel hozzám. Mondtam, de most meggondoltam. Miért? Csak, megkérdezd. Asterita újból magához szorított, és seves dadogással a fülembe suttogva kezdett esdekelni, hogy csak még egyszer utoljára elégítsem ki kétségbe esett vágyát. Nem idézhetem itt mindazt, amit mondott, mert az esdeklésekkel vegyest olyan szörnyűségeket mondott, amiket nem mernék leírni. De hát olyasmik voltak ezek, amiket a hozzám hasonló nőknek szoktak mondani, meg amiket a hozzám hasonló nők szoktak kedveseiknek mondani. Asteritából valami aprólékos és kicsorduló szabadossággal áradtak ezek a szavak, de anélkül a durva vigyoriság nélkül, mely rendszerint együtt jár az ilyesfajta ömledezésekkel, inkább valami sötét, mint egy megszállott kéjjel beszélt. Láttam egyszer egy embergyilkos őrültet a bolondok házában, amint éppen azt festette le ápolójának, hogy milyen kínzásoknak vetik majd alá, a kézre kerítik. Ez az ember beszélt olyan hencegéstől menten, pontosan és komolyan, ahogy Asterita fülembe suttogta ocsmánságait. Valójában persze szerelmét tárta így elém, ezt a buja és sötét szerelmet, mely mások szemében merő kévágynak tűnhet, de amelyről én tudtam, hogy mély, mindent átfogó, és a maga módján épp oly tiszta, mint bármilyen más szerelem. Mint mindig, most is főleg szánalmat keltett bennem, mivel éreztem, hogy mindemes szörnyűségek hátterében Asteritának csupán az az érzése húzódik meg, hogy magányos lélek, és hogy képtelen ebből a magányból kilépni. Hagytam hát beszéljen kedvére, és azután azt mondtam. Nem akartam megmondani, de kénytelen vagyok vele. Aztán tégy, ahogy jónak látod. Én többet nem lehetek az, aki voltam. Állapotos vagyok. Asterita még csak megserebbent, és egy pillanatra se tért elrögeszméjétől. Értem, hát aztán? Aztán
Más életet kezdek, férhez megyek. Egész helyzetemet inkább csak azért tártam fel neki, hogy megvigasztaljam a visszautasítás miatt. Ahogy azonban az iménti szavakat mondtam, azon vettem észre magam, hogy pontosan azt mondom, ami a fejemben forog, és hogy ez szavak lelkem legmélyéről fakadtak. Egy sóhajjal hozzátettem még. Akkor is férhez menés előtt voltam, amikor megismertél. Nem az én hibám volt, hogy akkor nem sikerült. Asterita még mindig átölelve tartotta a derekamat, de már az előbb enyhítette szorítását, most pedig teljesen elengedett, és azt mondta. Legyen átkozott az a nap, amikor veled találkoztam. Miért? Szerettél engem? Köpött egyet, félre, és megismételte. Legyen átkozott az a nap, amikor veled találkoztam, és legyen átkozott az a nap is, amikor megszülettem. De nem kiabált, nem is látszott rajta semmiféle hevesebb érzelem, úgy tette hozzá. A barátodnak nincs mitől félnie, nem készült semmiféle jegyzőkönyv, ahogy nem tartják számon információit sem, bár az adatok alapján veszedelmes politikusnak látszik. Isten áldjon, Adriana! Nem mozdultam az ablak mellől, onnan viszonoztam köszönését, és onnan néztem, hogy távozni készül. Felvette kalapját az asztalról, és hátra se fordulva kiment. Rögtön erre megnyílt a konyhába vezető ajtó, és kezében revolverrel Minó lépett be. Néztem rá elbámulva, üressé vált lélekkel, hang nélkül. Elhatároztam, hogy megölöm Asteritát, mondta Minó mosolyogva. Csak nem gondoltad, hogy nekem csak ugyan olyan fontos, hogy az aktám eltűnjék? És akkor? Kérdeztem rébeteg hangon. Miért nem tetted meg? Minó megrázta a fejét. Olyan szépen elátkozta a napot, amikor született. Hagyjuk, hadd átkozza még pár évig. Éreztem, hogy bent folytogat valami, de bárhogy erőlködtem is, képtelen voltam rájönni, hogy mi. Minden esetre, mondtam, én elértem, amit kívántál. Az ügyiratokban nincs nyoma, hogy... Hallottam, hallottam, vágott szavamba Minó. Mindent hallottam. Ott álltam az ajtó mögött, és az ajtó félig nyitva volt. Még láttam is. Bátor fickó, ez a te Asteritád, fűzte hozzá hanyagul. Piff-paff, két igazán mesteri pofont kent le Sonzonyónak. Pofozni is sokféleképpen lehet. Ezeket a pofonokat a fölöttes adta az alárendeltnek. Az úr, vagy olyan valaki, aki úrnak tudja magát, a szolgának. És Sonzonyó, hogy állta, meg sem ukkant. Nevetett, és a revolvert visszatette a zsebébe. E furcsa dicsimnusz Asteritáról egy kis zavart keltett bennem. És én bizonytalanul azt kérdeztem. Mit gondolsz? Mit fog tenni Sonzonyó? Ki tudja? Már majdnem éjszaka volt. A nagy szobára sűrű homály telepedett. Minó az asztal fölé hajolt, meggyújtotta a húzós lámpát, a fény körül azonban továbbra is sötét terjengett. Az asztalon ott volt anyám szemüvege, meg a kártya, amivel passziánszait szokta kirakósgatni. Minó leült, fogta a kártyacsomót, megkeverte, és odaszólt. Nem akarsz egy partit játszani, amíg a vacsora elkészül? Micsoda ötlet! Kiáltottam fel. Kártyázni? Igen, briszkolát. Na gyere! Szófogadóan leültem vele szemben, és gépiesen kezembe fogtam a felém nyújtott kártyákat. Fejem zavaros volt, és kezem, magam se tudom miért, remegett. Indult a játék. A kártyalapok figurái, a merő, fekete, baljós, pikbab, fekete szemével, fekete virággal a markában, a buja, elhízott, rikító, kördáma, a pocakos, hideg, érzéketlen, emberietlen káró király, mind meg annyi gonosz indulatú, és egyáltalán nem megnyugtató egyén tűnt elém. Ahogy ott játszottunk, az az érzés támadt bennem, hogy a játék valami nagy, fontos tétért megy, de nem tudtam, milyen tétért. Halálosan szomorúnak éreztem magam, és játék közben gyöngén egyet-egyet sóhajtottam, hogy megbizonyosodjam, a keblemre nehezedő teher még mindig ott van-e. És éreztem, hogy nem lett könnyebb, inkább egyre nagyobb a súlya. Minó megnyerte az első játszmát, aztán a másodikat is. Mi van veled? Kérdezte a kártyát keverve. Olyan rosszul játszol. Ledobtam a lapokat.
Nagyot őrjígy, Mino, igazán nem vagyok olyan lelki állapotban, hogy kártyázzam. Miért? Nem tudom. Felálltam, néhány lépést tettem a szobában, és loppa kezemet tördeltem. Aztán azt javasoltam. Menjünk át a másik szobába, jó? Menjünk. Kimentünk az előszobába, és ott a sötétben Mino derékon kapott, és megcsókolta a nyakamat. Akkor talán először életemben úgy éreztem, a szerelem nekem is csak annyi, mint Minónak. Eszköz arra, hogy az ember elkábítsa magát, és hogy ne gondolkozzék. Se nem kellemesebb, se nem fontosabb eszköz, mint bármi más. Két kezem közé kaptam Minó fejét, és eszeveszetten csókoltam. Így összeölelkezve bementünk a szobámba. Itt vaksötét volt, de én észre sem vettem. Valami vérszínű, vörös derengéssel telt meg a szemem, és minden mozdulatunkra a bennünket emésztő tűznek egy-egy sebes és hirtelen lángjelve lobbant fel. Vannak pillanatok, melyekben úgy tetszik, egy, az egész testünkön elömlő hatodik érzékünkkel látunk, és a sötétség olyan otthonossá válik, mint a napvilág. Ez a látás azonban nem hatol a testi érintkezés határain túlra, én sem voltam képes más egyebet látni, csak a kettőnk testét, amelyet valami sötét hullámverés, mint két vízbe fúlt tetemét, éjjel kivetett a porondra. Egyszerre csak arra eszméltem, hogy ott fekszem az ágyon elnyúlva, és a lámpa fénye mesztelen hasamról verődik vissza. Combomat a hideg tőle, a szégyenkezéstől összeszorítottam, és két kezemmel elfedtem ölemet. Minó figyelmesen szemlélt, és egyszerre azt mondta. A hasad most majd nőni kezd. Minden hónappal nagyobbra nő, és egy napon a fájdalom arra kényszerít majd, hogy szétnyisd ezeket a lábakat, melyeket most oly féltékenyen szorítasz össze, és a gyermeknek már hajjal borított feje kibújik majd, és te a világra lököd. Felveszik és a karodba adják, és te boldog leszel, és egyel több ember lesz a földön. Reméljük nem lesz rá oka, hogy azt mondja, amit Asztalita mondott. Mit? Legyen átkozott az a nap, mikor megszülettem. Asztalita szerencsétlen ember, válaszoltam. Az én gyermekem pedig, bizonyos vagyok benne, boldog és szerencsés lesz. Aztán magamra húztam a takarót, és gondolom elszúnyadtam. Asztalita nevének említése azonban újból felkeltette bennem azt a szorongást, amit eltávozása után éreztem. Egyszer ismeretlen hangot hallottam, és úgy tetszett, valaki hangosan a fülembe kiáltja. Bum, bum! Mint amikor valaki a revolverlövések hangját akarja utánozni. A rémület és izgalom heves mozdulatával ülőhelyzetbe pattantam fel az ágyon. A lámpa még égett. Sietve leszálltam az ágyról, és az ajtó felé indultam. Meg akartam ugyanis győződni, hogy jól be van egy csukva. Ott azonban Minóba ütköztem, aki teljesen felöltözve az ajtó mellett állt, és cigarettázott. Megzavarodva megint csak visszamentem az ágyhoz, és leültem a szélére. Te szerinted? Kérdeztem Minótól. Mit fog tenni Sonzonyó? Minó rám nézett, és azt felelte. Honnan tudjam én azt? Én ismerem Sonzonyót, mondtam, ahogy végre sikerült szavakba öntenem folytogató szorongásomat. Az nem jelent semmit, hogy ellenszegülés nélkül hagyta magát kilögdösni a szobából. Képes rá, hogy megölje. Nem gondolod? Az bizony könnyen megeshet. Gondolod, hogy megöli? Nem lepne meg, ha megtenné. Figyelmeztetni kell, kiáltottam, és felpattanva azon nyomban öltözködni kezdtem. Bizonyos vagyok benne, hogy megöli. Ó, miért is nem gondoltam erre hamarabb? Nagy sebben lobbal felöltöztem, de közben egyre csak beszéltem a félelmemről és rossz előérzetemről. Minó mindenre egy árva szót sem szólt. Cigarettázott, és körbe-körbe járt a szobában. A végén odaszóltam Minónak. Én elmegyek Asztalita lakására, ilyenkor otthon van. Te várj itt! Megyek én is. Ráhagytam, mert alapjában véve örültem, hogy elkísér, hiszen olyan izgatott voltam, hogy attól féltem, rosszul leszek. Felkaptam a kabátomat, és azt mondtam. Taxit kell keríteni, gyorsan! Minó is felvette a kabátját, és elindultunk. Sietve mentem az utcán, szinte futottam. Minó meg belém karolva és alaposan kilépve kísért. Kisvártatva találtunk egy taxit,
Én lóhalálában beszálltam, és oda kiáltottam Astarita címét. A Prátiban volt ez az utca, soha nem jártam még ott, de tudtam, hogy nincs messze az igazságügyminisztérium épületétől. A taxi robogni kezdett, és én szinte magamon kívül előrehajolva követtem a száguldását, a sofőr válla fölött figyeltem az egymást követő utcákat. Egyszer aztán hallottam, hogy Mino halkan, mint egy maga magának azt mondja. No és, egyik farkas felfalja a másikat. De most ügyet sem vetettem rá. Ahogy az igazságügyminisztérium elé értünk, megállítottam a kocsit és kiszálltam. Mino pedig kifizette a taxit. A kavicsos utakon a padok és a fák között átrohantunk a kis parkon. Egyszerre aztán váratlanul szemem elé tárult az az utca, ahol Astarita lakott, hosszan, egyenesen úgy nyúlt el, mint egy kard, és ameddig a szemen látott, óriási fehér lámpák sora világította meg. Szabályos, nagy bérházak követték benne egymást, üzlet sehol, és az egész utca kihaltnak látszott. Astarita lakásának a házszámból ítélve valahol az utca vége felé kellett lennie. De olyan nyugalom áradt szét utcaszerte, hogy így szóltam. Lehet, hogy az egész csak képzelődés volt, de meg kellett tennem. Elhagytunk 3-4 ilyen bérházat és ugyanannyi kereszt utcát, amikor Mino nyugodt hangon kijelentette. Valami azért mégis történhetett. Oda néz! Felemeltem tekintetemet, és nem messze, az egyik kapu körül sötét tömeget vettem észre. A túlsó járdán is emberek álltak egymás hegyén hátán, és a levegőbe néztek a sötét ég felé. Rögtön biztos voltam benne, hogy ez az Astarita házának kapuja. Futásnak eredtem, és úgy emlékszem, Mino velem futott. Mi az? Mi történt? Kérdeztem lihegve a kapu körül tolongó tömeg szélén álló emberektől. Nem tudni pontosan, válaszolt egyikük, akihez fordultam, egy kalap és kabát nélküli szőke legényke, aki egy kerékpár tartott kormányánál fogva. Valaki levetette magát a lépcsőház mélyébe, vagy valaki ledobta. A rendőrök a háztetőre mentek, valakit hajszolnak. Utat törtem magamnak a csődületben, és némi tülekedés árán bejutottam az épület előcsarnokába. A tágas, fényárban úszó csarnokban, ember-ember hátán, a fejek felett, széles évben fordulva, kovácsolt vaskorláttal szegélyezett, hófehér lépcsőzet emelkedett a magasba. Ahogy, szinte felemelve belső feszültségemtől előre törtettem, a vállak felett odaláthattam a lépcső feljáró kövezetének egy szabad térségére. Kerek, fehér márványoszlopot, egy szárnyas, mesztelen, aranyozott bronzfigura állt, magasra emelt kezében tejüvegből készült fákját tartott, melyben villanykörte égett. Közvetlenül az oszlop tövében lepellel letakart emberi test feküdt. Mindenki egy irányba nézett, én is arra néztem, és akkor megláttam, hogy mit néznek. Egy fekete cipős lábat, mely kilátszott a lepel alól. De szinte azon nyomban erélyes kiáltások hangzottak. Vissza! Kifelé! Vissza! És azon vettem észre magam, hogy egy erőteljes taszítástól a többiekkel együtt megint kín vagyok az utcán. A kapu két hatalmas szárnya már be is zárult előttünk. Elhaló hangon odaszóltam annak, aki mögöttem állt. Mino, menjünk haza! És hátrafordultam, ismeretlen arc merett rám elképedve. A tömeg előbb hangosan méltatlankodott, ököllel dörömbölt a bezárt kapun, de hiába, mire szétoszladozott az utcán és tárgyalta az esetet. De minden irányból új kíváncsiskodók érkeztek, néhány gépkocsi és sok kerékpáros is megállt és kérdezősködött. Én meg egyre növekvő aggodalommal kezdtem keresztül kasul járni a tömegben, és mivel szólni nem mertem, minden arcot külön-külön megnéztem. Egy-egy nyakban, válban, Mino nyakára, vállára véltem ismerni, és olyankor viharosan betörtettem az ácsorgók közé, és egy csomó ideges arcot láttam, amin meghökkenve bámulnak rám. A nép még mindig főleg a kapu körül zsúfolódott össze, tudván, hogy bent egy holttest van, és még reménykedett, hogy megláthatja. Szorosan egymás mellett álltak, türelmes és komoly arccal, éppen úgy, mint amikor a színház kapuja előtt sorban állnak. Én meg csak keringtem ott, míg aztán beláttam, hogy már mindnyájukat megnéztem, és hogy egyre ugyanazokat az arcokat látom viszont.
mint az egyik csoportban Asztalita nevét hallottam volna említeni, és azon vettem észre magam, hogy Asztalita egyáltalán nem érdekel már, hogy egész aggodalmam Minóra összpontosul. Végre is be kellett látnom, hogy nincs már ott. Akkor szakadhatott el belőlem, amikor én az előcsarnok felé furakodtam. Magam sem tudtam miért, de úgy éreztem, számítanom kellett volna erre az elmenekülésre, és megdöbbentett, hogy előbb nem is gondoltam rá. Minden erőmet összeszedve elvonszoltam magam a térig, ott beszálltam egy taxiba, és megadtam a lakásom címét. Arra gondoltam, hogy Mino is elvesztett engem a szeme elől, és hogy elment egyedül haza hozzánk. De szinte bizonyos voltam benne, hogy nem ez az igazság. Mino nem volt otthon, és nem jött meg aznap este sem, másnap sem. Bezárkóztam a szobába. Egész lényemet valami szorongató rosszul lét fogta át, de olyan erővel, hogy minden erőfeszítésem ellenére egész testemben remegtem. Lázam azonban nem volt. Mindössze úgy rémlett, hogy önmagamon kívül élek valami rendellenes és különleges légkörben, melyben minden inger, ami szememet, fülemet, tapintásomat érte, bántóan hatott és ájulásra késztetett. Semmi sem tudta kiverni a fejemből Minót, még Sonzonyó újabb büntettének részletes leírásai sem, amivel tele volt minden újság, amit anyám hozott. A büntet félreismeredetlenül magán viselte Sonzonyó kezenyomát. Talán egy pillanatig birkózhattak ott a lépcsőfordulón, Asztalita lakásának ajtaja előtt, aztán Sonzonyó nekitaszította Asztalitát a korlátnak, felemelte és ledobta. Ez a könyörtelenség rendkívül jellemző volt, csak Sonzonyónak juthatott eszébe, hogy így gyilkoljon meg egy embert. Nekem azonban, mint mondtam, csak egyetlen gondolatom volt, és nem tudták érdeklődésemet felkelteni azok a cikkek sem, melyek elmondták, hogyan lőtték le Sonzonyót a késő éjszakai órákban, miközben macskaügyességgel kúszva a háztetőkön át menekülni próbált. Valami csömör fogott el mindenféle elfoglaltság, mindenféle időtöltés, sőt egyáltalán mindenféle gondolkozás iránt is, ami nem volt kapcsolatban Minóval, a Minóra gondolás viszont kivératatlan aggodalommal töltött el. 2-3 alkalommal úgy esett, hogy gondolatom Asztalita felé fordult, és visszaemlékezve irántam való szerelmére és buskomóságára, mély és tehetetlen szánalom fogott el. Ha nem aggódnék ennyire Minóért, mondtam magamban, bizonyosan megsiratnám és imádkoznék a lelkért, amelyre fény soha rá nem mosolygott, és amely idő előtt és ilyen embertelen módon szakadt ki testéből. Így töltöttem el az egész napot, az éjszakát, az egész másnapot és a rákövetkező éjjelt. Feküdtem az ágyon, vagy ültem az ágy végénél lévő karosszékben. Kezem között gölcsösen szorongattam Mino egyik kabátját, amelyet ott találtam a fogasra felakasztva, hol szenvedélyesen csókolgattam ezt a ruhadarabot, hol meg, hogy izgatottságomat fékezzem, harabdáltam. Az alatt is még anyám unszolására ettem egy falatot, csak félkézzel ettem, másik kezemmel továbbra is gölcsösen szorongattam a kabátot. A második éjszaka anyám rám parancsolt, hogy feküdjem le, és én hagytam, hogy mint egy bábot levetkőztessen. Hanem amikor ki akarta venni kezemből Mino ruháját, egyszerre olyan éleset sikoltottam, hogy anyám egészen elrémült. Ő ugyan semmiről se tudott semmit, de többé-kevésbé megértette, hogy Mino távol léte miatt vagyok úgy kétségbeesve. Harmadnapra sikerült valamit kihagyalnom, amihez aztán makacsul ragaszkodtam egész délelőtt, bár homályosan éreztem róla, hogy nincs semmi alapja. Az a gondolatom támadt, hogy Mino megijedt, amikor megtudta, hogy teherben vagyok, és próbálta magát kivonni az állapotommal járó kötelezettségek alól, és elszökött haza, vidékre. Otromba feltevés volt ez, de inkább képzeltem el Minót hitványnak, semmint, hogy elfogadjak olyan más lehetőségeket, melyekkel különben kénytelen lettem volna számolni. Nagyon szomorú lehetőségek voltak ezek, és bizonyára az eltűnéséhez fűződő körülmények sugallták nekem őket. Még ugyanaz nap délfelé anyám bejött a szobámba, és egy levelet dobott az ágyamra. Felismertem Mino írását, és nagy öröm fogott el.
Megvártam, míg anyám kimegy, aztán vártam egy kicsit, míg izgatottságom kissé csillapszik, akkor felbontottam a levelet. Ide írom, teljes egészében. Drága Adrianám, amikor ezt a levelet megkapod, én már halott leszek. Amikor kinyitottam a pisztolyomat és felfedeztem, hogy üres, rögtön kitaláltam, hogy ez a te műved, és nagy szeretettel gondoltam rád. Szegény kis Adriana, nem ismered a fegyvereket, nem tudtad, hogy volt még egy golyó a csőben is. Azt, hogy ezt nem vetted észre, megerősített elhatározásomban. Különben is annyi sok lehetőség van az öngyilkosságra. Mint mondtam is neked, képtelen vagyok beletörődni abba, amit tettem. Az utóbbi napokban észrevettem magamon, hogy szeretlek, de ha józanul gondolkoznék, gyűlölnem kellene téged, hiszen mindazt, amit magamban gyűlölök, és ami a kihallgatásomból nyilvánvaló lett, az vagy te a legmagasabb fokon. Valójában akkor elbukott az az ember, akinek lennem kellett volna, és pusztán az lettem, aki vagyok. Nem volt ebben se gyávaság, se árulás, csupán az akarat működésének valami titokzatos megszakadása. Egyébként talán nem is olyan titokzatos, de ez nagyon messzire vezetne. Most elég, ha annyit mondok, hogy öngyilkosságommal visszaállítom a dolgoknak azt a rendjét, melyben folyniuk kell. Ne félj, nem gyűlöllek. Ellenkezőleg, annyira szeretlek, hogyha csak rád gondolok is, már elég ahhoz, hogy kibéküljek az élettel. Ha lehetett volna, bizonyosan éltem volna is, feleségül vettelek volna, és mint mondani szoktad, olyan boldogan éltünk volna együtt. De hát igazán nem lehetett. Gondoltam születendő gyermekünkre is, és ilyen értelemben írtam két levelet, egyet a családomnak, egyet az egyik ügyvédbarátomnak. Végső soron jó emberek ők, és ha nem is lehet nagy reményeket táplálni irántad való érzéseik tekintetében, meg vagyok győződve, hogy kötelességüket teljesíteni fogják. Ha, ami nem valószínű, mégis vonakodnának, habozás nélkül fordulj a törvényhez. Ez az ügyvéd barátom majd felkeres, megbízhatsz benne. Gondolj néha rám, csókol a te Minód. Utóirat, ügyvéd barátom neve Francesco Lauro, címe Cola di Rienzo utca 3. A levelet elolvasva bebújtam a takaró alá, arcom a lepedőbe temettem, és sírtam, mint az áporeső. Nem tudnám megmondani, meddig sírtam. Valahányszor úgy volt, hogy vége szakad, valami keserűen és vadul marcangolni kezdte a szívemet, és újból zokogásban törtem ki. Nem jajgattam, pedig kedvem lett volna hozzá, mert féltem, hogy anyám felfigyel rá. Zokogtam némán, és tudtam, hogy életemben most sírok utoljára. Elsirattam Minót, magamat, egész elmúlt és jövendő életemet. Végül, még mindig sírva, felkeltem, és bágyattan, kábultan, könyvtől fátyolos szemmel sietve öltözködni kezdtem. Majd hideg vízzel megmostam a szememet, amennyire lehetett, kifestettem vörös túlzott arcomat, és anyámnak nem szólva, lopva elmentem hazúról. Szaladtam a kerületi rendőrkapitányságra, és elértem, hogy a kapitány rögtön fogadott. Meghallgatta a történetemet, aztán kétkedő arccal azt mondta. Nálunk igazán semmi nyoma, majd meglátod, meggondolta ő. Bár igaza lenne, gondoltam magamban, de magamnak sem tudnám megmagyarázni miért, bosszantott is, amit mondott. Azért beszélnek így, mert nem ismerik őt, mondtam éles hangon. Azt hiszik, hogy mindenki olyan, mint maguk. De hát, kérdezte a rendőrfőnök, tulajdonképpen mit szeretnél te? Hogy éljen, vagy hogy halott legyen? Azt, hogy éljen, sikoltottam. Élve akarom, de úgy félek, hogy halott. A rendőrfőnök egy pillanatra eltűnődött, aztán azt mondta. Csillapodj, amikor ezt a levelet írta, talán csak ugyan meg akarta magát ölni. Aztán lehetséges, hogy meggondolta a dolgot. Emberi dolog ez, mindenkivel előfordulhat. Igen, emberi dolog, hebegtem. Már azt sem tudtam, mit mondok. Minden esetre gyere vissza este felé, fejezte be a rendőrfőnök. Akkor már tudok mondani valamit. A kapitányságról egyenesen a templomba mentem. Abba a templomba, ahol keresztvíz alá tartottak
ahol bérmálkoztam, ahol első áldozásomat végeztem. Nagyon régi, hosszú, csupasz templom volt ez, két terméskőből való oszlopsorral és szürke kőkockákból kirakott poros padlóval. De a két oszlopsoron túl, az oldalhajók homályában, mint meg annyi kincsekkel teli barlang, gazdag és színes kápolnák nyíltak. E kápolnák egyike a szűzanyának volt szentelve. Térdre hultam a homályban a puszta kövezetre, a kápolnát elzáró bronzrács előtt. Tömérdek, virággal teli váza mögött, ott volt a szűzanya hatalmas, sötét, festett képe. A szűz karjában a kisded Jézus tartotta, lábánál egy barátruhába öltözött szent térdelt, és összetett kézzel imádkozott. A földig hajoltam, homlokomat a kőpadlózat kockájához verdestem. A kő sűrű csókolgatása közben a keresztjelét rajzoltam a porba, majd könyörögni kezdtem a szűzhöz, és lelkemben fogadalmat tettem. Megfogadtam, hogy amíg élek, soha többé férfit nem engedek magamhoz, még Mínót sem. A szerelem volt az egyetlen dolog a világon, amihez ragaszkodtam, és amiben örömem telt. Úgy gondoltam hát, Mínó életben maradásáért nem hozhatok ennél nagyobb áldozatot. Aztán továbbra is a földig görnyedve és a kövezetre szorított homlokkal, szavak és gondolatok nélkül, csupán lelkem szárnyalásával hosszan imádkoztam. Amint azonban felkeltem, valami káprázat ért. Mint a kápolnát borító sűrű homályt, valami hirtelen világosság ketté hasította volna, és e fényben tisztán láttam, hogy a szűzanya szelíden és jóságosan néz rám, de a fejével mégis nemet int felém, mint azt mondta volna, hogy nem hallgatta meg imámat. Egy pillanatig tartott az egész, utána arra eszméltem, hogy ott állok a rács előtt, szemben az oltárral. Elgyötörten keresztet vetettem, aztán hazamentem. Egész napomat a várakozással töltöttem el, számálgatva a másodperceket és a perceket. Este felé visszamentem a rendőrkapitányságra. A rendőrkapitány olyan különös módon nézett rám, hogy szinte az ájulás kerülgetett, aztán csendesen azt mondta. Hát bizony igaz, végzett magával. Felvett az asztalról egy fényképet, felém nyújtotta. Valaki, akinek a személyazonosságát nem lehetett megállapítani, csak ugyan öngyilkos lett az egyik szállodában a pályaudvar közelében. Nézd meg, ő az? Fogtam a fényképet, és rögtön megismertem rajta Mínót. Melltől fölfelé volt lefényképezve, úgy látszott, egy ágyon, fekvő helyzetben. Halántékából, ahol a golyó érte, sok-sok fekete vérpatakocska futott az arcán szerteszét, de a patakzó vér alatt arcának kifejezése olyan derűs volt, amilyennek életében sosem láttam. Elfúló hangon annyit rebegtem, hogy ő az, és felálltam. A rendőrfőnök talán vigasztalásképpen még akart valamit mondani, de nem ügyeltem rá. Vissza se nézve eltávoztam. Hazamentem, és most már odavetettem magam anyám karjai közé. De nem sírtam. Tudtam, hogy anyám ostoba asszony, és mit sem ért az egészből, de mégiscsak ő volt az egyetlen, akihez bizalommal lehettem. Elmondtam neki mindent. Mínó öngyilkosságát, szerelmünket, azt is, hogy állapotos vagyok. Azt azonban elhallgattam, hogy a gyermekem apja Sonzonyó. Említést tettem fogadalmamról is. Megmondtam, hogy elhatározott szándékom más életet kezdeni. Visszatérek a közös fehér nemű varráshoz, vagy pedig elmegyek szolgálni. Anyám először buta, bár őszinte szóáradattal vigasztalni próbált, majd kijelentette, hogy nem kell elsietni semmit, lássuk előbb, mit tesz a család. Ez az ügy a gyermekemre tartozik, feleltem, nem rám. Másnap reggel váratlanul beállított Mínónak az a két barátja, Tullio és Tomasso. Ők is kaptak egy levelet, melyben Mínó tudatta velük, hogy öngyilkos lesz, majd tájékoztatta barátait, mint ő nevezte, az árulásáról, és elővigyázatosságra intette őket a várható következményekkel szemben. Ne féljenek, mondtam nekik kesernyésen. Ha tartanak valamitől, megnyugodhatnak, nem fog történni semmi. És beszéltem nekik Asztalitáról,
meg arról, hogy Esztelita az egyetlen, akinek tudomása volt a dologról, hogyan halt meg, és mivel a kihallgatást nem foglalták írásba, ellenük nincs is feljelentés. Úgy láttam, Tomasso őszintén fájlalta Mino halálát, a másik, Tullio, azonban még nem tért magához a rémületéből. Mondta is egy kis idő múlva. Azért csak jól bennhagyod minket a pácban. Bíztat az ember a rendőrségben? Sose lehet tudni. Mégiscsak valóságos és igazi árulás volt ez. Összedörzsölte a tenyerét, és szokása szerint féktelen haotában tört ki, mintha a dolog valóban mulatságos lenne. Felháborodva álltam fel, és azt mondtam. Hogy-hogy árulás? Hogy-hogy árulás? Megölte magát, mit akar még? Melyiküknek lett volna bátorsága ezt megtenni? És azt is megmondhatom, maguk semmi érdemet nem szereztek, ha árulást nem követtek is el. Maguk két szerencsétlen flótás, két éhenkórász, két nyomorult, akinek soha egy vasa még nem volt, és hozzátartozóik, családjuk is az szerencsétlen fickók, éhenkórászok, nyomorultak, de ha egyszer sikerül, végre hozzájutottak volna ahhoz, amiük sose volt, jó soruk lett volna maguknak is, családjuknak is. Ő azonban gazdag volt, úriember volt, és ha ezt a dolgot csinálta, azért csinálta, mert hitt benne, és nem azért, mint a bármit is remélt volna magának belőle. Neki csak veszteni valója volt, nem úgy, mint maguknak, akik csak nyerhettek rajta. Ezt mondom én maguknak, és szégyelletik magukat, hogy ide jönnek nekem, és árulásról beszélnek. A kis Tullio felnyitotta roppant száját, mint a válaszolni akart volna, a másik azonban megértett engem, leintette, és azt mondta. Igaza van, de legyen nyugodt. Én legalábbis mindig csak jó szívvel fogok Minóra visszagondolni. Látszott rajta a meghatódottság, és én rokon szenvet éreztem iránta, mert nyilvánvaló volt, hogy csak ugyan szerette Minót. Aztán köszöntek, és elmentek. Egyedül maradtam, és úgy éreztem, szinte megkönnyebbült a fájdalmam, és ezt oda mondtam annak a két embernek. Minóra gondoltam, aztán a gyermekemre. Arra gondoltam, hogy az apja gyilkos, az anyja utcalány. De hát minden férfival megesett, hogy gyilkossá lesz, és minden nővel, hogy pénzért eladja magát. A legfontosabb most az volt, hogy szerencsésen a világra jöjjön, és növekedjék erőben, egészségben. Elhatároztam, hogyha fiú lesz, Mino emlékére Giacomónak fogom hívni. Ha viszont lány lesz, Letícia lesz a neve. Mert azt akartam, hogy vidám és boldog élete legyen, nem úgy, mint nekem. És bizonyosra vettem, hogy Mino családjának segítségével így is lesz. Vége.